Megyünk, Vikike, jó? Megkapjuk a felszállási engedélyt? Jó van. Pár lépés lejjebb megyünk. Jó, várunk egy kicsit. Köszi! Kényelmes, ugye? Hányadik szülinap egyébként? Jézus, Jézus.
emelkedünk akkor. Megyünk még egy kör, csak nagyon gyenge. Azt hittem, hogy te is beletekersz ott abba a termékbe, ahol beszéltem. Az elment, tekertünk egyet, de... Elment? Izé. Én meg már nagyon hátra keveredtem. Na, megyünk még egy kör, csak annyira elgyengült, hogy féltem, hogy a leszállóba megyünk. Ez volt a főpróba, de jó, nem? Nagyon jó. Basszus, olyan necces. Necces? Hát nagyon itt vannak be, hát itt tandemmal így nehezebb egy picit, tudod, és... Aha, aha. És ki kell menni néha oda a keleti csücsökbe. Igen, igen, igen. A keleti csücsök a megmentő, ha oda elmész, túlmész a középső tartályon, akkor csókolom. Hamarabb jött a fent, 3,5 órára van. Aha. Szerinted mit csinálják, hogy ugye leengedjen? Most még jó, Vigyi, most még jó. Lent is meg tudja oldani. Nem, igen, igen, most még jó. Jó. Hát nyilván turbulens a leszálló egy picit, meg hát keleti a szél, tehát jobbról kell behelyezkedni, jó messziről kell behelyezkedni, aztán kész. Jó. De nos még, ha valamikor. Megyünk még egy kört, csak annyira elgyengült, hogy nem akartam a leszállóba menni, úgyhogy gyakoroltuk a visszaszállást is, és most tolunk még egyet. Aztán jövök, és akkor megyünk veled. Dani, eltoljuk, aztán gyere te is, most vagy soha. Jó?